felnőttek is szívesen simogatják a barátságos, emberkézhez szokott kecskéket a Sóstóhegyi Általános Iskolában, ahol már 3 éve hivatalosan is állatsimogató működik. A kecskék mellett kiscicák, nyulak, de még sün is színesíti az iskola tanulóinak és tanárainak hétköznapjait. Az intézmény évek óta nagy hangsúlyt fektet az állatvédelemre és arra, hogy az állatok gondozásával a fiatalokat felelősségre neveljék. Nagyon sok kutatási eredmény bizonyítja azt, hogy a gyermekkorban, akik megkedvelik az állatokat, azok felnőtt korukban az emberekkel is sokkal közvetlenebb módon alakítanak ki társas kapcsolatokat. Tehát ez egy tudományos tény, hogy fokozottan lehet az állatokkal, az emberekre is hangolni majd felnőtt korban. Aki a gyermekkorában fél az állatoktól, vagy esetleg agresszív és bántja őket, az embertársaival is így fog bánni. Tehát ez a szocializációs folyamatban, ez egy újszerű módja, hogy a gyerekeknek ezt is megtanítjuk a természetvédelem és az állatvédelem mellett. A gyerekek megtanulják, hogyan kell helyesen megfogni egy-egy állatot, mert bár szeretik őket, nem mindig tudják, mi a helyes viselkedés a közelükben. A szocializációs folyamatot jelenleg közel 70 állat segíti. Az első lakó, hát talán a kis nyuszikák és a kecskék egyszerre érkeztek, körülbelül 40 állat, talán Mogyi volt az első, ha így mondhatnám, a kis nyuszi, úgyhogy, de azért nagyon sok állat érkezett akkor, és utána közben szaporodnak is, ugye, szépen. Az állatok mindennapi gondozása összefogást igényel. A hivatalos gondozót a fenntartó tankerület biztosítja, az almot és az élelmet pedig a szülők, különböző egyesületek és a környék lakói szokták felajánlani az iskolának.